Finomsági fest tesz. Én előbb voltam üzletember, és utána lettem politikus. Üzletemberként, az akkori jogszabályoknak megfelelően, az üzleti szabályoknak és elkülönösnek megfelelve tettem a dolgomat. És sikeres lettem. Azt számon kérni egy a politikához semmilyen kapcsolattal nem rendelkező üzletembertől. Az üzletben sikeresen és törvényesen tett a dolgát, boldogság. Ez a minden bizony a mai politikai küzdelem egyik része. A második állítását sokat szokhallom. Ha nem tévedek, akkor az MVM ma is állami tulajdonban van. Az állami tulajdont a kormánynak alárendelt szervek kezelik. Ha így van, akkor teljes hozzáférésük van, gondolom én, az MVM üzletpolitikájához és a korábbi állapolitikájához. És ha ez így van, akkor gondolom, ha valós lenne a válnia, hogy a miniszterelnök egy oldalúan saját hasznát nézve beavatkozott az MVM állapolitikájába, hogy bármilyen fajta törvényes vagy erkölcstelen kedvezményt igényelt ként kapott, akkor ezt a kormány már bizonyította volna. Nekem még bűnt sem kell elkövetni, hogy az ön televíziója, Orbán Viktor televíziója és maga a kormány vádoljon. Ha van ilyen vádja, forduljon az illetékes kormányhoz, kérje a felvizsgálatát annak az árpolitikának, kérje állításának bizonyítását, ha meg nem, akkor kérje elnézést tőlem, és a cégtől, hogy hamis állítást tesz, esetleg szégyen is meg magad hozzá. Ezt a kettőt javaslom.